estét kívánok, köszöntöm a hajrá nézőit! A várakozásokat is felülmúlva szerepel a Bajnokok Ligájában a DVSC Schaeffler. A Loki 8 mérkőzés után a továbbjutást érő 6. helyről várja a tavaszi folytatást. Az eddig látottakat Kudor Kitti másodedzővel elemezzük. Szervusz Kitti, köszöntelek itt nálunk. Szia! Na hát, nagyon gyorsan elrohant ez a 8 találkozó itt az ősz folyamán, ugye szinte kapkodtuk a fejünket, mert egyszer bajnokság, egyszer BL meccs, és hát ilyen heti 2-3 alkalommal mi is találkozhattunk, akár idegenben, akár pedig hazai pályán veletek. Ugye az A csoportban vagytok, többek között francia, montenegrói, német, román csapatokkal. Amikor megkaptátok a sorsolást, akkor picit olyan hurrá optimizmus volt, úgy emlékszem, hogy hú, ez jobb, mint a B. Na most eltelt 8 mérkőzés, az alapján hogy látod, hogy tényleg jobb, mint a B ez az A csoport nekünk, vagy pedig olyan fej-fej mellett van ez a 2-8-as? Igen, valóban így volt. Én is emlékszem rá, hogy amikor nyáron kiderült, hogy BL-be tudunk indulni, és megtörtént a sorsolás, és láttuk a két csoportot, hogy talán igen, a mi csoportunk egy picikét kedvezőbb, de akkor is azt tudtuk, hogy számunkra mindegyik meccs nagyon-nagyon nehéz lesz és kiélezett lesz. Akkor is azt láttuk, azt mértük föl, hogy talán a Sevehof és a Buducsnos lesz az a másik két csapat, aki között a továbbjutás majd el fog dőlni. Mindenképpen ez az a két meccs, amit szerettünk volna, hogy hazai pályán ezt mindenképpen próbáljuk megnyerni. Most már, hogy elindult és lezajlott már jó pár mérkőzés, azt gondolom, hogy azért a másik csoport is nehéz, a mi csoportunk is nehéz, a másik csoportban is azért három csapat ugye kiemelkedik, a Metz, SBL, IKAST, és utána egy picikét van egy kisebb hézag, és utána jönnek a csapatok, ez ugye nálunk is megvan, tehát én azt gondolom, hogy ha közel azért hasonló a két csoport, és bármelyik csoportban lehetnek olyan bravúr mérkőzések, amit tényleg nem is gondolnánk. Ugye ez megtörtént a mi csoportunkban is, és már több alkalommal a másik csoportban is. Ugye eddig 3 győzelem, egy döntetlen, 4 vereség, ez 7 pont. Nagyjából ezt aláírtátok volna mondjuk a szezon előtt? Hogy 8 után itt tartunk? Azt gondolom, hogy igen, tehát tényleg ez egy nagyon sikeres ősz, amit eddig véghez vittünk. Nagyon büszkék is vagyunk rá, és tényleg a lányok, amit a BL-ben is mutatnak hétről hétre, ahogy fokozatosan szépen erősödtünk bele ebbe a bajnokságba is úgymond, az tényleg azt gondolom, hogy nagyon szép és előremutató. Ugye ezt ne felejtsük, hogy egy nagyon fontos és nagyon nehéz mérkőzéssel kezdtük a BL sorozatunkat, hiszen ugye itthon egyből már a Sevehoffal találkoztunk, és tudtuk, hogy ez egy tényleg egy olyan 2 pont, ami ha az nem lesz meg, akkor az nagyon későbbiekben az nagyon hiányozhat. És utána szépen tényleg erősödtünk bele, és egyre jobb meccseket tudtunk játszani, és utána tényleg nagyon örültünk, hogy már utána bravúr pontokat is tudtunk gyűjteni. Az eddigiek alapján volt-e kedvenc, vagy legjobb meccs szerinted, melyik volt az, ha volt ilyen? Igen, mindenképpen a hazai breszteleni mérkőzésünket emelném ki, ahol azt gondolom, hogy végre valamilyen gát átszakadt a csapaton, itt a Bajnokok Ligáját tekintve, és tényleg egy olyan győzelmet értünk el, amire azt gondolom, hogy mindenki felkapta a fejét. Mi tényleg bíztunk benne folyamatosan, hogy nem csak arról fog szólni, hogy esetleg a Sevehof vagy a Buducsnost ellen fogunk tudni pontokat szerezni, hanem lesz majd még itt valamilyen extra, ami ránk vár. És ez nagyon jó volt megélni, ráadásul itthon, hazai környezetben a szurkolóink előtt, hogy tényleg egy aránylag azt mondom, hogy tényleg egy magabiztos és több gólos győzelmet sikerült elérnünk, tehát mindenképpen nekem ez az egyik legfontosabb mérkőzés. És hát ha még itt tovább folytatjuk ezt a sort, azután jött ugye a Bukarest elleni pontszerzés, amikor döntetlent játszottatok, ráadásul ugye parás hangulatban, örök barátaink a románok otthonában. Azért gondolom az is egy olyan plusz 1 pont volt, ami mondhatjuk, hogy talán győzelemmel ért fel. Igen, mindenképpen. Ráadásul oda történő útunk is tehát nem úgy sikerült, ahogy azt mi elterveztük, hiszen ugye több mint 4 órát késett a gépünk, emiatt nagyon későn érkeztünk a Bukarestbe, meg a szállásunkra, a másnapi átmozgatóedzést el is kellett hagyni, helyett egy kiadósabb sétát tettünk be a programba. Ugye tudtuk egyébként, hogy a Bajnokok Ligája ugye ezzel is jár, hogy ezekkel a folyamatos utazásokkal,
és hogy történhet benne majd olyan, amire ugye nem számítunk, és ilyenkor jön az a fontos dolog, hogy hogyan tudunk ehhez alkalmazkodni, hogyan tudnak a játékosok alkalmazkodni, és például ez volt az a mérkőzés, amikor ezt maximálisan jól vette a csapat. A Romániába, Bukarest otthonába pontot szerezni, az tényleg egy olyan dolog, ami nem sokszor adatik meg, azt gondolom, az embernek az életében. És ráadásul ott azt hiszem egy 4-5 gólos hátrányból is kellett visszajönnünk a második fél időbe, tehát volt bennünk még egy olyan tartás, hogy ott nem elengedtük, hanem vissza tudtunk jönni a mérkőzésbe, és tényleg az utolsó pár percben is még teljesen nyílt volt esetleg, hogy kinek, melyik csapat felé fog billenni ez a mérkőzés, de tényleg ez is egy ugyanolyan, tehát egy örök emlék és nagyon jó élmény. Ha már az utazást is kiemelted, hogy ez nem mindig a legegyszerűbb eljutni ezekre a pontokra, a mindennapokban mekkora plusz teher vagy feladat, kihívás akár a stábnak, hogy ezt a három frontot, ugye kupa, bajnokság, bajnokok ligája, ezt így összegyúrjátok, és tényleg működjön minden fronton az együttes? Hát mindenképpen sokkal több munka, hogy ugye három szintéren versenyzünk és indultunk el. Például a videózások az, ami rengeteg időt elvesz, és ebbe a szerda-szombatba, hogy folyamatosan azért még tehát a szerdai bajnoki mérkőzésekre is már úgy ugye felkészíteni a csapatot, hogy a hétfőn vagy kedden, amikor videózunk, az a kész anyag készen legyen. Ez már folyamatosan előre dolgozunk, mindig megpróbálunk azért egy-két héttel, meg ha ezt nem tennénk meg, akkor az úgy nagyon-nagyon nehéz lenne, hogy minden napról napra videózni, de ebbe nagy segítség a Grega Kárpán is, a kapusedző, aki nekünk a Zolival elővágja ezeket a videókat, és akkor a Zoli meg köztem van úgy megosztva ez a dolog, hogy a Zoli csinálja a taktikát, én pedig a játékosokat egyénileg térképezem fel, mind a kapusokat, mind a mezőnyjátékosokat, és akkor így próbáljuk egymás között megosztani ezeket a feladatokat is. Számodra egyébként, mint másodedzőnek, mekkora élmény ez a BL menetelés? Nagyon nagy élmény. Játékosként nem volt rá lehetőségem. Ez a stábnak is tényleg ez egy nagyon nagy élmény, de egy kihívás is, és egy teljesen új tapasztalat, hiszen még edzőként sem volt ilyen berészünk. De tényleg tehát nagyon, nagyon jó kintről is tehát látni testközelből, élőben tényleg ezeket a világsztár játékosokat, akiket eddig esetleg csak tévén keresztül tudtunk megfigyelni. És tényleg azt gondolom, hogy nagyon, nagyon izgalmas is ezekre a játékosokra felkészülni, tényleg egyénileg is, taktikailag is, tehát mindenképpen egy nagyon jó kihívás és nagyon jó tapasztalatszerzés. Na és akkor folytatás, ugye január 6-án a Brest otthonában folytatódik a BL. Hogy látod összességben a továbbjutási esélyeket és a folytatás, ami nagyon sűrű lesz szintén januártól kezdve, az hogyan várátok, hogyan készültök rá? Igen, az biztos, hogy a január-február az megint káosz, és ugye ráadásul bejött egy magyar kupa mérkőzésünk is már a Vác otthonában. Jól mondtad, igen, a Brest-tel fogunk majd kezdeni, utána pedig következő fordulóba utazunk majd Podgoricába, ahol egy nagyon fontos mérkőzés vár ránk. Azt gondolom, hogy nagyon jó helyen állunk, de egy kajnyújtásnál van a továbbjutás, de ehhez még mindenképpen szükség van pontokra. Ami az egyik legfontosabb mérkőzésünk, azt gondolom, az a Budusnost otthonában, majd január 14-én lejátszott bajnokok ligája mérkőzésünk. Ha ott sikerülne két ponttal hazautaznunk, akkor azt gondolom már tényleg ott vagyunk a továbbjutásnak a kapujában. Még itt záró kérdésként arra lennék kíváncsi, hogy a városban mennyire érzitek azt, hogy a csapat mögött ott vannak a szurkolók, tényleg mennyire vagytok beszédtéma a mindennapokban, azon túl, hogy látjuk, hogy a Hódos ugye mindig tele van. Igen. Én azt gondolom, hogy ez is azért kicsit így lázba hozta a szurkolókat, hogy ismét bajnokok ligájában szerepel a DVSC. Nagyon sokan járnak ki a mérkőzéseinkre, nagyon sok üzeneteket kapunk, sétálunk az utcán, megállítanak mindig egy jó szóra az emberek, tehát tényleg ők is pezsegnek, és ugyanúgy várják hétről hétre a mérkőzéseket, mint ahogy mi is. Hát akkor ezt a pezsgést nem éljük, hogy fent lehet tartani nagyon sokáig. Büszkék vagyunk az eddigiekre, és csak így tovább a folytatáshoz. Januárban pedig várjuk természetesen a Brestet és a többi csapatot. Addig pedig kitartást, és köszönöm, hogy itt voltál velünk, és mindent elmondtál, Kitti. Köszönjük szépen, és köszönöm a meghívást. Kedves nézőinknek pedig a figyelmet köszönjük, és hát ez itt számomra a búcsú ideje, ugyanis egy bő 3 év és egy olyan jó 150 adás után.
Ez volt az utolsó hajrám, a jövő héten már Tóth Márkó kollégám, barátom várja önöket. Köszönöm az egész eddigi 3 éves kitartó figyelmüket, és szeressék Tóth Márkót is, mert egy kiváló műsorvezető. A viszontlátásra!